Október 31-ig kell érvényesíteni a diákigazolványokat, tájékoztatott a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának vezetője. Meggyesi Zoltán kiemelte, érdemes a 2016-17-es tanév matricájával ellátni az okmányokat, hiszen az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákok 50 vagy akár 90%-os jegyeket, bérleteket is válthatnak a tömegközlekedési társaságoknál. A Nyíregyházi Egyetemen 2016-17-es tanév első fél évében várhatóan 2000-2500 hallgatónak kell érvényesíteni a diákigazolvány matricáját. A mai napig 600 hallgató tette már meg ezt az érvényesítést, de még nincs késő, mert október 31-ig megtetik ezt a hallgatók, addig jogosultak az utazási kedvezmények igénybevételére. A vasúti közlekedésnél sem mindegy, hogy valakinek van-e érvényes matricával ellátott diákigazolványa, például Püspökladány Nyíregyháza között egy teljes áru havi bérlet másodosztályra több mint 71 ezer forint, tanulóbérlettel pedig alig több mint 7 ezer forint. 2016. január 1-e és szeptember 30-a között a jegyvizsgálóink mindössze 13 darab hamisított diákigazolványt szűrtek ki. Ez azt gondolom nem olyan nagy szám. Az aktuális érvényes diákigazolvány matricákról a jegyvizsgálóink megfelelő tájékoztatást kapnak, azaz látják, hogy milyen színű, illetve milyen kódszámmal ellátott érvényesítő matricák azok, amelyek most valódiak. József harmadéves hallgató a Nyíregyházi Egyetemen, ő időben és legálisan érvényesítette diákigazolványát. A matricákat azonban sokan hamisítják, a fekete piac ebben a szférában is dübörög. A neten mi is találtunk apró hirdetéseket, 25 vagy akár 16,5 ezer forintért is lehet vásárolni ragasztanivalót, némelyik a hirdetési szöveg szerint eredeti. Aki a diákigazolványát hamis matricával érvényesíti, különböző kedvezmények igénybevétele céljából akár felhasználja, akár nem, akkor is közokirat hamisítás bűncselekményt követel, amit a hatályos jogszabályok 3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendelnek büntetni. Az érvényes diákigazolványokkal nem csak utazási kedvezmény vehető igénybe, az okmánnyal olcsóban lehet többek között strandra, állatkertbe és múzeumba menni.